A szívinfarktus és a szélütés a világon a leggyakoribb halálozási ok. Évente 17,5 millió életet követel. Egyes adatok szerint Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen. Pedig ezeknek a betegségeknek a jelentős része, mint egy 80 a is megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal. Vannak tehát örökérvényű tudnivalók, amiket valószínűleg mindenki ismer. Fontos a rendszeres testmozgás, a dohányzás kerülése, az egészséges táplálkozás, és stresszmentes élet. De mi a teendő, ha már megvan a baj? Egyáltalán honnan lehet tudni, hogy baj van? Több árulkodójá van. A legjellegzetesebb a néhány percig tartó és gyakran visszatérő szorító vagy akár fájdalmas érzés a melkas közepén. A melkasi fájdalom a karba, elsősorban a balkarba, a vába vagy akár az ákapocs irányába is kisugározhat a has felső részében állandósulhat is az érzés. A légszomj, a hányinger, a hányás, az izzadás is előjele lehet az infartusnak, ha a fájdalommal együtt jelentkezik. A veszély észlelésekor a legelső lépés a mentők értesítése, amit Szerbiában a 194-es telefonszámon tehetünk meg. Ha környezetünkben szemünk láttára lesz rosszul valaki, a legfontosabb azonnal elkezdeni a mákasi nyomásokat, amivel vért pumpálhatunk az életfontosságú szervek a szív és az agy felé. Azoknak, akik nem ismerik az első segélynyújtás szabályait, az orvosok azt javasolják, hogy hagyják ki a szájból szájba lélegeztetést, és csak a melkasi kompressziót végezzék el. Ha saját magunk kerülünk bajba, segítséget kell hívni. Legfeljebb, másfél órán belül be kellene írni a kórházba.